Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. A jeles napra emlékezve hétvégén Bonyarcvashegyen a Festetis György Zeneiskola fúvós növendékei tartottak rövid koncertet, az Imre Sándor Szeretett Színház és Színműhely tagjai verset mondtak, és Petőfi Sándor a Helység Kalapácsa című komikus eposzát is megtekinthették az oda látogatók Fegyverneki Levente előadásában. Ez 55 percben a teljes szöveg ugye megjelenítésre kerül egyedül egy személyben, ami azt jelenti, hogy mind a 11 néhány szereplőt plusz a kocsmának a vendégeit is egyedül egy személyben próbálom megszemélyesíteni és így átadni a darabot a nézőknek. A darabot 2005 óta játsz egy személyben. Határon innen és túl is megfordult már vele. Petőfi Sándor 1844-ben, 180 évvel ezelőtt írta meg Elbeszélő költeményét, amely ennyi idő után is üdítően szellemes. A hős költemény 4 énekének szövege változtatás nélkül került színpadra. Ez 7 hónap munkája volt. 7 hónapon keresztül készítettük a darabot, 7 hónapon keresztül tanultam a szöveget, és most arra már olyan szinten rögzült, hogy lényegében bármikor el tudom kezdeni az elejétől, és akkor be tudom fejezni, de a közepében nem tudok belekezdeni, tényleg csak az elejétől elindul a szalag és megy. A Bonyarcvashegyi Művelődési Ház és a szervezők további kulturális eseményekkel is várják az érdeklődőket a hónapban és ezután is, melyekről Facebook oldalakon tájékozódhatunk.